Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük a mai beszélgetésünket. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban jöttek, és nagyon boldog vagyok, hogy ennek a különleges témának is ennyi érdeklődője van. Szeretettel köszöntöm a főszereplőinket, Hír Nagy László professzor urat és Ferbágner Ákmos docens urat, az újkori egyetemes történeti és mediterrán tanulmányok tanszék két oktatóját. Köszönöm szépen. Magyarország és az arab világ és egy intervallum meghatározása a mai kötet címe. Erről a kötetről tartalmában hasonló már tanár úr tollából megjelent bő 10 évvel ezelőtt, egy kicsit kisebb intervallummal. Nyilvánvaló, gondolom, hogy lesz majd utalás ezekre az előzményekre is, tehát azon túl, hogy az 1947-es fontos évszám ott is szerepel a dátumban, vagy a címben, a kiterjesztés ugye nagyobb lett. Nyilván esetleg feltételezem, hogy több adatot is hozzátett, kiegészített a kötethez. Azt hiszem, hogy ha az arab világ történetét Szegeddel kapcsolatban felvetjük, senkinek nem kérdéses, hogy ki lesz az, akinek a munkái ebből a szempontból mérvadóak. Egy picit néhány adattal engedjék meg, hogy terheljem önöket kíváncsiságból, meg nem árt tudni, úgy gondolom. Picit utána néztem, hogy azért a professzor úrnak azon túl, hogy mi is sokan tudjuk mindezt, a munkásságára rávilágítsak a jelentőségét, egy picit hadd emeljem most ki. Megnéztem a tudományos művek tárában az adatait, hogy hogy is van, mint is van. Ez most már ugye egyszerűen utána tudunk ennek nézni, és ami nekem azonnal feltűnt, túl azon, hogy több mint 200 publikációt jegyez, hogy ebből 35 könyv, ami azért azt gondolom, hogy bölcsész területen is igen jelentős. Azon belül 22, ami saját vagy esetleg társszerzős alkotás, ami azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja tanár úrnak a eddigi munkásságát. Két döntő területet láttam témában, ez a Maghreb országok arab világtörténete, illetve az Európai Uniós, Európai Ismeretek témakör, az, amire ez kiterjed. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy tulajdonképpen már a kezdetektől fogva az érdeklődése erre a kevéssé ismert területre terjedt ki, magyarán az arab országok történetére, pontosabban az arab országok és az európai országok kapcsolatának történetére. Úgy gondolom, hogy ebben ön a numero egy jelenleg a szakmában. Majd kíváncsi vagyok, hogy helytállónak tartja a megállapításomat, de az adatok alapján mindenképpen úgy gondolom, hogy ez igaznak kell legyen. Most néhány szót erről a most megjelent könyvről, amit ugye az egyetemi Jatepress kiadó gondozott, és köszönjük szépen, hogy jöttek a kiadótól is. Néhány fontos adat, tehát említettem, hogy ez már egy második, bővítettebb kiadása a történetnek. Azt gondolom, hogy a súlyát nagyon jól mutatja annak, hogy több mint 100 oldallal megnőtt a terjedelme a kötetnek. A nyersanyagát szoktam ilyenkor mindig megnézni egy könyvnek, amit így mi elkezdünk kicsit itt vesézni, hogy miből dolgozott a szerző, milyen forrásanyagai voltak, hol járt kutatni, és nagyon szépen nyomon lehetett ezeket követni. 8 levéltáranyaga, ebből 7 külföldi. Nagyon sok sajtóanyag, 19 magyar, illetve 22 francia nyelvű sajtóanyagnak az alapos átnézése, ismerete és közzététele, ami még szerintem a kötetnek egy nagy erénye, hogy a kötet végén egy 60 oldalas dokumentumgyűjteményt is kap az olvasó, ebből következően még hitelesebbé válik szerintem számomra a kötet, tehát hogy nem csak leíró elemzéseket találunk benne, hanem forrásokat is, amely nyilvánvalóan igazolja az ott állításokat. Egy nyitó kérdést, hogyha megengednek, engem nagyon érdekelt, hogy az ön korosztályában, ha ezt így most már így belőttük, hogy a 60-as évek végétől kezdve indult a pályája, azt hiszem, hogy nagyon ritka lehetett ennek a témának a felkapottsága. Tehát, hogy egy ismeretlen terepre evezett ezzel az arab világgal, Maghreb országok történetével, azon túl, hogy francia történelem szakos volt, mi volt az indíték? Mert nem volt ez akkoriban ennyire népszerű téma, vagy pont ez volt a vonzó. Mi az, ami önnek ebben a történetben, ebben a korszakban, ebben a régióban vonzó volt? Köszönöm szépen a
lehetőséget, és azt, hogy ezt is elmondhatom, válaszolatok erre az első kérdésem. Ez mindig fölmerül. Külföldön is, még mostanában is, pedig már elég jól ismernek, mindig fölteszik, hogy jó. Jó, Magyarország. De hát most, hogy nincs közel a Mediterráneumhoz, még messzebb az arab országok, ilyen tudom én, most mi ez? De majd beszélek arról, hogy azért volt időszak, amíg egészen közel voltunk hozzá, nem földrajzilag, de más szempontból. Most ami engem izgatott ebben, és hát elindított a kutatásnokban, ez a 60-as években volt egyfajta érdeklődés az úgynevezett harmadik világ iránt, és az arab országok iránt is, de az inkább ilyen politológiai, aktuál politikai dolog volt, néhány elméleti, mint termelési módvita, stb. De én az is most is érdekel az, hogy mi történik, de én mindig a gyökereket, tehát hogy hogyan alakul ki az a helyzet, ami van. És akkor ez az egyik, a másik, ami konkrétan ide vonzott, az algériai háború volt. Ugye az 54-től 62-ig, amikor gimnazista voltam, és hát ha visszaemlékeznek, tudnak visszaemlékezni, de akkor ez az újságok, a világon mindenütt első oldalán szerepel. És hogy egy gimnazista az úgy, hát úgy nyiladozik, tehát érdeklődik, hogy mi van a világban, és utána az még maradt, mikor az egyetembe kerültem, és akkor úgy követgettem, de tulajdonképpen 70-es évek elejétől komolyan akkor kezdtem foglalkozni ezzel, de aztán a háborúval is, de azzal kevésbé, mert nem voltak források. Tehát nem csak nálunk nem voltak, erre utalok a franciáknál is. Szóval még vannak olyan százszámra dobozok, amik nem engednek hozzá. Nem engednek hozzá, mert a franciákat sem engedik hozzá. Tehát ez egy nagyon kényes téma. Most már azért bőven vannak, de még mindig nem minden. Most úgyhogy visszamentem a két világháború közé, tehát hogy hogyan alakult ki az a nemzeti mozgalomnak nevezünk, ami végén kicsúcsosodik 54-ben a háborúban. Na, ahhoz már volt levéltári anyag, francia levéltári anyag, mert ugye mikor a franciák eljöttek, áthoztak mindent, vagy 90% változták az anyagot is Franciaországban. Maradt valami Algériában is, de nem sok. És akkor ebből lett az első, akkor úgy mondták, hogy kandidátusi értekezésnek EHD, ez 1980-ban védtem még, ami még jelent franciául is utána, de csak itt utalnék arra, ugye, amire utaltunk is, hogy hát ez egy kicsit kuriózum téma, hogy ez volt az első dolgozat az országban, amely levéltári forrásokon alapult, és egy arab ország modernkori történetét taglalta. Nos, azóta már hál' Istennek több is van, köszönhető annak, hogy utána itt ugye egy doktori iskolán belül sikerült hát hallgatókat rábírni arra, hogy ugye dolgozzanak ebből, és itt ül mellettem. Így van, az első doktoranduszom, aki szintén francia, tehát algéri levéltári alapján írta a dolgozatát, ami szintén megjelent a Jate Pressnél, ugye, annak lehet olvasni, és hát itt ugye az se véletlen, hogy a Jate Pressnél jelentetjük meg, nem csak azért, mert az egyetemnek a kiadó, nagyon szépen dolgozik. Tehát legalábbis ez a véleményünk. Na most, tehát ez volt a 80-ban, és akkor ugye ez tovább ment, hogy akkor jó, de hát akkor a környező ország története, még az arab ország története, meg a mediterránium, tehát bővült a dolog, és akkor született egy akadémiai doktori értekezés 92-ben, ami az egész Magreb országot tárgyalta, de az már 56-ig, akkor már ott lehetett levéltári. És aztán jött a mediterránium, speciális képzés, doktori program. Aztán olasz kollégákkal megalapítottuk a mediterrán történészének nemzetközi társaságát, ami ma is funkcionál. Rómában én is ott voltam a közjegyzőnél, amikor aláírtak az alapító okiratot 1996-ban. Most ez egy ilyen, és hát nyilván ennek során szükséges volt az, de nem is lehetett elkerülni, hogy külföldön levéltárban dolgozom, de kapcsolatokat teremtsen, konferenciákon vegy részt, itt szervezünk konferenciákat, és így tovább. Na most mindennek, csak zárójelben mondom, mindennek az egész tevékenységének a
hogy mondjam, elismerés az, hogy 2 héttel ezelőtt az Ichaldun díjat én kaptam még Kelet-Európában először, amit Tuniszba vettem át. Na most, tehát ez a folyamat, ahogy tetszik, ami hát tulajdonképpen elvezetett ide, és hát ez a Magyarország és az arab világ kapcsolat, ugye ez eredetileg nem ez volt a téma, de hát minden történészt, aki nem hazai történelmel foglalkozik, hanem egy távoli ország, főleg még olyan, mint tudom, Algéria, vagy nem tudom, mi, ugye Afrika, óhatatlanul is, mikor kutat, és rábukkan valami, és mindig rábukkan valamire az ember, ami magyar vonatkozású, akkor az úgy fölcsillan a szem, és akkor nyilván nem az a téma, hogy félreteszi. De tulajdonképpen ott van az agyában, hogy ezt jól lenne egyszer megnézni rendesen is, hogy is van. Ez mindenki így van vele. Na most, miután már, amit elmondtam, amit szerettem volna konkrétan ennek a térségnek a történetéről, főleg a Magrebről elmondani, szakmileg azt hiszem, hogy elmondtam eddig, és közben még gyűltek az anyagok, és akkor úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy akkor ezt is megírjuk. Az a korábbi, ugye, amire utalt, az 75-ig ment el, mert azért 75-ig, mert 70, tehát ugye a rendszerváltás előtti időszakban 75 volt az a dátum, ahol fölvettük az utolsó arab országgal diplomáciai kapcsolat, mert utána többel nem lehetett. Akartuk, de nem akarta például Szaúd-Arábia, ahol nem akart velünk diplomáciát. Na most itt ugye 89-ig elmentem, és 47-től azért, mert 47 volt az, ahol a kairói magyar követség ekkor nyílt meg az első, és ez volt az első arab ország, és 47 decemberében érkezett meg a követ, tehát ez egy dátum, és 89 pedig hát a rendszerváltás, ami szinte egy fejezet, nagyon érdekes, hogy hogyan reagáltak rá ott, és erre az egész folyamatra, de mindenképpen hát az azért egyértelmű világos, hogy ez egy korszak határ, tehát ezért lett itt lezárva, és akkor még egy dologot, ugye arra is utaltam, hogy hát itt 1990-ig nem nagyon lehetett, főleg Magyarország, hogy olyanok, az nem lehetett hozzájukni levéltárba, ami ma már nevetséges, mikor látjuk a dokumentum, hogy nem lehet, hogy miért titkosították, ugye, tehát semmi olyan nincs benne, ami hát hozzátette van. 90 után ezért lehetővé váltak. Magyarországon. Igen, Magyarország most már ez azért lehet kutatni. Most még sajnos az a baj, hogy másfél éve van zárva a levéltár, ugye, mert hát valamit minisztériumot akarnak oda telepíteni, de hát semmit nem csinálunk. Tehát nem tudunk kutatni meg így, mert még azért lenne mit csinálni, sajnos. De ez röviden, tehát ennyit a kutatásnak a története, és hát hogy végül is a gondolat hogy született. Nyilván ez még az is hozzájött közben, amikor ugye ilyen magyarokra bukkant az ember, mert a kapcsolatok, akkor tényleg néha elképesztő érdekes dolgokat. Nem sinni az ember. Tehát amikor ezeket, ugye hát a külföldi kollégák tudták már én régóta, hogy készül ez a könyv, meg hát egy-két dolgot publikáltam, és még előadtam külföldön, és elmondtam neki egy-két dolgot, és akkor mondja, hogy hát miért nem írom meg? Hát mondom, azért nem írom, nincs ide, még nincs pénzem. Ezt le kellene fordítani, meg itt tudom, hogy mi az arab országban, és tényleg meg Párizsban is már a kolléga mondta, hogy menjek már, ezt beszéljek nekik, hogy mi van ebben a könyve benne, meg mitől, milyen dokumentumok vannak. Mert nyugaton, mondjuk így, foglalkoznak ezzel a témával, tehát, hogy de szinte csak a Szovjetunió és az arab országok. De nem alig, hogy mondjam, alig vannak levéltári források, amire hivatkoznak, és még mindig elég sematikus a beállítottság. Na most ebben vannak egyrészt szovjet dokumentumok is, mert sok mindent idattak a szovjetek, amikor itt a palesztinokkal tárgyaltak, és ez tényleg nem volt nyilvános, de tájékoztattak bennünket, meg nem tudom, hogy és ez azért lenne érdekes, mondjam, nemzetközileg is, mert egyszerűen ez nem csak Magyarország és az arab világról szól, hanem a szovjet blokk és az arab világ. Mert ugye nem kell mondanom, hogy nem lehet a kettőt szétválasztani, Magyarország és a szovjet blokk, de
Azon kívül meg hát vannak olyan dokumentumok is benne, amely kimondott a direkt szovjet közlések alapján történnek meg. Tehát ilyen szempontból is igyekeztem azért olvasványosan írni, hogy ne riasszam el az embereket. De ugyanakkor az ügyeltem arra is, hogy a források biztosak legyenek. Tehát aki utána akar nézni, akkor az nézze meg. Tehát nem a... Mert néha van egy megkökkentő dolog, ami hihetetlennek tűnik, de megtörtént. Tehát ellenőriztem is. És hát nyilván azon kívül vannak olyanok is, hogy haboztam egy ideig, hogy konzultáljak egy politikusokkal. Mert ugye akik akkor ezt mondjuk Magyarországon. Aztán végül én mondtam róla. Azért mondtam róla, mert ez nagyon hosszú lett volna. Tehát ott azért nagyon sokan volt, ott az, mondjuk a nyart követek sorra. És akkor úgy voltam vele, hogy ez esetleg egy külön dolog lehet. Nem mellőztem teljesen, mert a található utalás arra. Inkább külföldieket kérdeztem meg, akiknek Magyarországgal volt kapcsolatuk. Ugye az egyik dolog, amit lehet elmesélek, mert ez tényleg egy érdekes dolog, hogy 1954 májusa és 1955 októberre között Budapesten létezett egy nem nyilvános, de nagyon jól működő arab nyelvű rádió. Ez másfél órát adott egy nap dialektikus, dialektál nyelvén, tehát a beszélt nyelvén, ugye? Mert még az arabország mindig az a klasszikus arabot tanítják, amit nem ért senki egyébként, kivéve az előjárókat a macsetbe. Reggel, délbe, este fél-fél óra. És rendkívül hallgatott volt az arab világban. Már mindjárt egy példát mondok rám, ami megdöbbentett engem is, mikor hallottam. Most ez hát nyilván, ez észak-afrikai kommunisták voltak a szerkesztői, és hát mondanom csak, hogy a francia követ azonnal tiltakozott, mikor május 20-valahányadikán meghallott, vagy hát értesítették, hogy hát van itt egy adó. Tiltakozott többször, és a magyar külügyminiszter is fogadta már végig. Hát, ő nem tud ilyen. Itt nincsen ilyen adó. Na most a humor az egészben az, hogy én egy marokkói újságban megtaláltam a koordinátáit. Tehát ahol ott volt az apró hirdetésben a reklám között, hogy lehet hallgatni ezt az adót is. És akkor ott volt. Na most nincs itt. De majd utána néz, és ez folyt így, mit tudom, majdnem egy évig, hogy majd utána néz. Aztán végül a követő kérte a külügyminisztét Párizsba, hogy mérjék már be ezt az adót, hogy tényleg most már világos. Hát be is mérték, Budapest Bencúr utca, ugye ez a újságíró szövetségnek ott ugye a székháza. Hát akkor már nem nagyon lehet, hát most már nagyon utána néz, mondta neki a Boldocki külügyminiszter, és a követ... ugye előadta, hogy most már nincs mesetek, bemérték itt az adó. És hát jó lenne, hogyha ezt most már valamit csinál fele, mert ugye hát akkor már folyt a háború, és hát ilyen antikolonialista, meg nem tudom, milyen egy hát program volt a műsorban. És hozzátette még a követ az audencián a végén két-három mondatot, ami meghatározó volt, hogy nem érti a magyarokat, tehát olyan kedves nép. Nincs érdekük, sincs Észak-Afrikában. Most miért zűröznek itt? Most, pont most, amikor kérik fölvételüket az ENSZ-be. Ugye ez 55 őszén volt, hogy kértük, mert ugye addig nem volt. No, ez meggyőzte. Ez meggyőzte a magyar kormányt, és akkor ugye néztem a politikai bizottságot, a szeptember 20-valahanyadikán volt, 55-ben, és az október elejé politikai bizottsági ülést néztem meg, és akkor ott egy mondat van, Rákosi Ártás, Ács Ártás, utasítom, hogy rendezze az arab nyelvű rádió problémáját. Másnap az algéri prefektus jelentette Párizsba a külügyminiszternek, hogy eltűnt a rádió. Uh-huh. Nem hallani. Na most, tehát ez, mi két dolgot ezzel. Ennek én a
a főszerkesztőt úgy hívnak, hogy William Sportis, 94 éves, él még. Én nagyon sokszor beszélgettem el, egy rendkívül szimpatikus ember, tehát elmesélte, hogy jöttek ide, akkor mit láttak magyar, mind a két fia így született, és itt, no, tehát ez az egyik, ami személyesen. A másik, ami megdöbbentett, hogy Algériában, mikor ez egyik alkalom egy ilyen tudományos konferencia volt, és akkor ezt is előadtam. És jön hozzám egy algériai, hogy hát nagyon örül ennek, mert nem ismerte a történetét. Mert azt mondja, ő ebből értesült, hogy Algéria volt, hogy Algériában háború, hogy felkelés van. Megdöbbentő. Ugye, mert egyrészt hogy mondjam, hát ugye a felkelés mikor kirobbant, hát az egy ilyen, ma úgy mondanák, hogy terrorista akciók voltak. Tehát nem volt egy ilyen folyamatos fegyveres, az csak úgy 56-tól lett azzal. És hát nagy ország, ugye nem tudtak mindenfelől róla. És hát ezt a rádió adott még, ami rendkívül erős hatósugarú volt, ezt mondták. És tehát közel kellett, mindent hallgatták, és hogy onnan értesült először, hogy itt valami van. Most még annyit hozzá, az Ajtak, mert aki az egyik kirobbant le a földkelésnek, vele találkoztam is Marokkóban egy konferencián, ő mert két rádió adó volt a világon, amelyik 54. november 1-én közzétette a felkelés kirobbantó szervezetnek a kiáltványát, ez az a kairói arabok hangja és a budapesti rádió. Ugye, na most az Ajtak, mint aki a felkelés egyik kirobbantója, vagy hát annak a csoportnak a tagja, az írt is egy képes napot. Mert akkor levelekét kaptak, tehát a rádió, magyar rádió levelekét kapott, közel kellett, mint nem tudom honnan, hogy milyen jó az adás, meg nem tudom én, hogy mi, és az Ajtak, mert is írt, hogy elvesz, és köszönni, hogy hát közzétették ugye a nyilatkozatot. Tehát én is csak néztem, tehát hogy mondja, hogy az ember azért elcsodálkozik, és még egy dolog, tehát ezt ma Algériában, ma már tanítják, a kommunikáció szakon tanítják. Tehát ez a programnak egy része, de rendkívül fontosnak. Egyszer egy fogadás, szinte egy 2004-ben nagy konferencián voltam, ugye az 50 éves évforduló kapcsán, és hát az elnök adta a fogadást Buteflika. És akkor mindenki kezelt vele, én is kezeltem vele, és akkor ugye ilyenkor mi valami egy-két mondatot mondom. Az öreg megemlítette a rádiót. Tehát az a fejükben, ugye, tehát azon, hogy ez akkor nekik egy rendkívül nagy publicitást jelentett, főleg 50-55-ben, mert hát ugye, amit terjesztettek róluk, az egészen más volt. De most ez rendkívül hálások. Tehát a magyar delegáció megy és legfelső szinten tárgy, ez mindig előjött. Mindig előjött, és mindig úgy meg is köszönik. Tehát ez tényleg egy komoly, hogy mondjam, segítség volt neki. Úgyhogy például, mondjuk egy példa arra, hogy nem is gondolom házában. Szinte hihetetlen abban a korban, hogy ez így megtörtént. Így van, tehát tényleg egy ilyen krimiszerű, már majdnem, hogy így mondjam. És ugye hát ezt az ember, aki, tehát mondom, képe is benne van, egyébként beletettem a könyvbe, tényleg egy történelmi személyiség. Amúgy is, hát ugye utána visszament, a háború alatt végig ott illegalitásra volt, meg nem tudom, hogy mi. És utána is fontos pozíciói voltak, de egyébként is egy rendkívül szimpatikus fazon, tehát nagyon, hogy mondjam, poklát is megjárta azért, de semmi gyűlöletet nem éreztem ebbe az emberben. Pedig hát lehetett volna, hogy lehetnek itt, ugye. No, tehát ez inkább őket próbáltam egy kicsit, hogy látják ezt az egész keleti blokkhoz való kapcsolatot még. Hát azon belül ugye, hogy Magyarország az mit jelentett akkor neki. Most átadjuk a kérdezéseket. Ja, köszönöm én is. Több nyilván kérdésem is lenne akkor hozzád, hogy a könyv megírása kapcsán milyen szándékok vezéreltek, de ezek közül már csomó minden elhangzott. Igazából most arra volnék kíváncsi, hogy ezt a tehát több mint 40 éves korszakot, amiről a könyv szól, milyen szakaszokra osztottad föl, vagy osztanád föl, ha most újra kéne kezdeni, nyilván már hála Istennek nem kell, de milyen nagyobb korszakokat tudnál akkor elkülöníteni
ezen a 40 éven belül, mik a korszakhatárok, miért éppen ezek a korszakhatárok. A korszakhatárok az arab történelemhez kötődnek-e inkább, vagy a magyar történelemhez kötődnek-e inkább. És a második része a kérdésemnek pedig az lenne, hogy a mi számunkra, Magyarország számára ebben a hosszú periódusban változtak-e az arab világon belül preferált országok? Tehát, hogy esetleg a szakasz, egyes szakaszokon belül volt-e olyan, hogy ebben az időszakban ezt az országot, vagy ezeket az országokat, vagy ezt az országcsoportot preferáltuk, a következő szakaszban már egy másikat. Erre volna egy kíváncsi. Hát ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Most sokat meditáltam rajta, de nem biztos, hogy az a mi periodizáció ez a legjobb, megmondom őszintén, de az vezérelt, hogy az olvasóra gondoltam. Tudnék, hogy van egy mondjuk így az 56 előtti, vagy 60 előtti, és akkor utána minden egyes évtized az egy szakasz tulajdonképpen. Az egy nagyjából fedi, de nyilván lehetne ezzel ellen kifogásokat fölhozni, meg nem tudom mi, de azért nagyjából fedi, mert ugye az egyik a mondjuk a 70-ig durván, mondjuk 56-tól, mennyire mondom, hogy miért 56-tól, 70-ig, de amikor Nasser meghalt, az tényleg egy, az mi kapcsolatainkban, mert Nasserrel volt a legjobb kapcsolatom, meg a Nasser Egyiptommal. De az arab világban, sőt azon túl is, azért, az ő halála azért egy korszakhatár. Na most, ami utána jött évtized, vagy évtizedek, ugye, vagy utána közvetlenül az évtized, az egy ilyen átalakuló. Tehát a Szadat az valahogy le akarta építeni ezt az egészt, átalakítani a nemzetközi kapcsolatokban elfoglalt helyét Egyiptomnak, meg az arab világnak is. És még egy dolog, hogy a palesztin probléma az központi kérdésé vált. De ugye most a 80, ugye 81-ben megölik Szadatot. 80-as években az érdekes, mert egy más szempontból újra nagyon fontos lesz a térség Magyarország számára, mindjárt visszatérek rá, hogy mi. Ugyanakkor az egész világban megindul egy nagy átalakulás. Tehát ami oda vezet, hogy 89-ben összeomlik a keleti rendszer, ugye. Tehát körülbelül ez az indok, ami miatt én mégis ezt választottam. Most ugye 50-es évek. 47-ben kezdtünk, tehát valójában az 54-55-től kezdődik el a tényleg tartalmas kapcsolat. Tehát nem csak politikai, gazdasági, kulturális és így tovább. Most 56 az egy forduló. Az forduló az arab világ számára, sőt a világ számára is. A magyar történelem számára is jól tudjuk ezt. Most ez a helyzet állt elő, ugye, hogy ez hozott. Ez az 56-os év hozta össze, hogy így mondjam, az arab világot, vagy Nasser, mert akkor még nagyon sok ország nem volt független, még Magyarországot, vagy a keleti tömböt. De most erre Magyarország ráfizet egy bizonyos értelemben, ugye, mint 56-ban kirobban a szuezi háború, és nézzék, ez nem kell különösen, hogy mindenki számára a világon az volt a fontos, hogy ott mi történik. Nem az, hogy itt. Ugyan már, de nem. Ugye? És akkor ez indította szerintem, ez meggyőződésem, sok konferenciál is mondtam, hogy az egyiptomi események provokálták ki azt, hogy a Szovjetunió egyik óráról a másikra megváltoztatta az álláspontját. Reggel meg azt mondta, hogy önállóak, hogy emlékezünk a 30-ai nyilatkozat. Este meg ma úgy döntöttek, hogy elindulnak befelé. Na most miért? Azért, mert, és a Szovjetunió jól mérte fel, ez bármilyen furcsán is hangzik, vagy tragikus volt az ország számára, de világtörténelmi szempontból jól mérte fel a helyzetét. Tehát ha ő hagyja, nem az, hogy Magyarországot hagyja, hanem nem áll ki keményen Egyiptom mellett, már pedig számára ez akkor volt biztos, hogy egy rend lesz, úgymond rend lesz, akkor a Szovjetunió elvesztette volna a befolyását, nem Egyiptomban, az egész harmadik világban, amely akkor följött. Tehát igen, és a Szovjetuniónak olyan presztízse volt a 60-as években, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Ez nem ideológiai azonosulást jelentett. Nasser ezt minden nyilvános beszédben el is mondta, hogy nem is lesz soha kommunista. De nagyon szereti a Hruscsovot. De a Hruscsovot leváltották, az az ember egy fél napig nem szólalt meg.
Tehát egy csokkot kapott. Tehát annyira jóba voltak, ugye. Holott nyilvánosan, mit tudom, az Aszfalni gátá, első szakaszának át, nyilvánosan polemizáltak ott a beszédbe egymással. Tehát, na most, ha a Szovjetunió ezt nem lép meg, akkor elveszti a befolyását. És most ugye azt is tudjuk, hogy Amerika is azt mondta, hogy azt csak amit akarnak Kelet-Európa, nem érdek. De most az arab közvéleményt, hát idéztem a sajtót, őket meg, mi érdekel. Tehát a jó van, azt mondja, hogy külön bizottság van a Magyarországon, de miért nincs Algériáról, ahol folyik a, miért nincs a Palesztináról külön bizottság. Tehát egyszerűen az ő érezték ők is. Tehát ugye a magyar jelentőségben is benne van az egyiptomiak, hogy hát ez egy kicsit ez furcsa, hogy mi a szabadságunkat védjük, ugye? Tehát az egyiptomiak, ugye a csatornállamosítása miatt. Még azért a föllázott magyarok is, de most akkor ott még leverik. Szóval érezték, hogy valami furcsa van, ugye? De az ő érdekük is az volt, hogy az egyik nagyhatalom, ráadásul az USA is meg, akkor ugye mellettük álljon. Tényleg, hát ez volt. Tehát ezért ez egy fordulópont, és utána hallatlan meggyorsultak a kapcsolatok, kulturális, gazdasági, és így tovább, ugye. De most ez az egyik, ami miatt 56, és hát egyébként meg annyit, hogy Egyiptom a Magyarországnak a monarchiáig visszamenőleg nagyon jó kapcsolataik volt. Tehát hogy mondjam, mindig ott voltunk, kereskedelmileg, kulturálisan, nem tudom, hogy sport területén, hát az aranycsapat, hát ezt a egy hónapos turné volt, képzeljük 50 éve, hát özöllöttek a tömegek a stadionban, 6 vagy 7 meccset játszottak, az elnök fogadta őket. Dedikált fényképet adott mindegyiknek. Tehát amit eltudtuk, az egyiptomi sajtó külön tárgyalta a Puskást 56-ban, hogy meghalt, ugye agyonlőtték az izében a harcok folyamán, még mit tudom én. Tehát rendkívül, azt akarom mondani, hogy nagyon jó kapcsolat volt és presztízse volt Magyarországnak akkor. Na most a másik dolog a 80-as évek, amikor újra a 70-es években akadozott ugye az ottani hát politikai módosulások miatt, de amiatt is, hogy hát problémák voltak, még nálunk is gyülekeztek már, vagy ezek erarány, romlás, még nem tudom én mi ezeket. De most a 80-as években aztán nagyon, hogy mondjam, központba állítottak, világosan le van írva itt, hogy valuta kitermelő térség. Tehát na most ugye az országnak kemény valutára volt szüksége. És akkor már nem ilyen clearing, meg barter, meg nem tudom milyen üzletek voltak, mert kezdetben még igen, hanem itt neki fizetett ugye dollárba, vagy fontba, vagy nem tudom miben. És hát ez egy rendkívül fontos. És nem is volt eredménytelen. Milyen területeken? Na most ami a kereskedelmet illeti, nagyon megnövekedett a gépipari exportunk. Üzemeket, például gyógyszergyártó üzemeket kulcsra készen, vasúti kocsikat, nagyon sokat, így nevezik, hogy magyari, így nevezik a vasúti kocsit még ma is. De ez már a 20-as évekre visszamenik, a ganz mákos szállított, nem tudom. Élelmiszer, Ikarusz, hát kérem, az egy borzalmas, hogy mit csináltak itt 90 után az Ikarusz. Ezért számra adtuk el a buszt. Azt megelőzően. És akkor egyik pillanatra másikra. Még évekig, 95-ig fönnállt, azt hiszem, Kuwaitban egy, hogy mondjam, egy kirendeltség, tehát amely a pótacsokat lészekkel még ellátta, ugye az ott futó buszokat. Tehát ez óriási. Akkor a baromfi tenyésztésben, tehát az a úgynevezett bábolnai módszer. Tömegével adtuk el. Még Szaúd-Arábiával csaptunk el, pedig velük nem volt politikai kapcsolatunk, de Kuwaiton keresztül ugye, eladtuk. Még ott az övöltés, ez rengeteg. De most még egy dolog, amit hangsúlyoznak, négy, hogy kulturálisan. Hát most tavasszal Kairóban ez egyik kis írásom megjelent, egy könyvecske megjelent arabul, és akkor könyvben mutatom. Ez csak oda jön hozzá, mint egyiptom, és tökéletes magyarsággal megszólal. Azt mondja, XY,
És 57-ben az első között volt, akit Magyarországra küldtek középiskolába tanulni. Még tehát egy ilyen szakközépiskolába jártak, és utána volt, aki ment egyetemre, volt, aki visszament. Nagyon, több száz, több ezer. Hát 960 és 80 között, tehát nem 980 között, körülbelül 300-350 zömmel nagyobb részben egyiptomi, de aztán irakiak, szíriaiak, algériaiak is szerzett kandidátusi fokozatot. Az ország. Ezek nyilván orvosok, műszakiak, tehát nagyon kevés volt a régész, meg bölcses, de közgazdász. Most ezek visszamentek. Hát az adatnak az egyik államtitkár az itt végzett. Egyetemek rektorai lettek. Az algériai mezőgazdasági miniszter, aki 2 évvel ezelőtt itt végzett Gödöllön. Tehát ezek rendkívül fontosak voltak. És hát Szudánban a kormány, 69-73 között két Magyarországon tanult miniszter volt, és a Nemzeti Banknak az elnöke is magyar volt, aki itt soron. Aztán nyilván volt a katonai együttműködések is. Tehát ugye a pilotákat képezték ki, vagy Szolnokon, meg nem tudom, hogy mindig katonai akadémiát építettük meg. Tehát azt akarom végül is kihozni, hogy Magyarországnak, és ezt leesítek tőle, 80-as években, korábban is rendkívül nagy presztízse volt. Rendkívül nagy presztízse. A régióban kiemelkedő volt? Kiemelkedő. Ez jutott eszembe, hogy a blokkról beszél, de hogy ezen belül azért a magyar az kiemelkedő meg is mondták, volt. Meg is mondták. Azért szeretik a magyarokat, mert megbízható a lehet velük tárgyalni mindenről. Nem egy nagy hatalom, mint a Szovjetunió, ugye, amely hát ha akarja, hanem mégis a súlyánál fogva az egy nyomást gyakorol a tárgyaló félre. Persze. És Magyarország az egy kis ország, de azért baloldali, szocialista, persze. Nem tudom én, lehet vele tárgyalni, és sőt, az algériai nagykövet azt írta, hogy ha már túlzás, amit mondanak, már vissza kell fogni őket, ugye? És még kell neki mondani, ez nem olyan jó a helyzet ebben az országban, még nem olyan jó. De és nézzék, ez köszönhető a korabeli magyar politikának, köszönhető a diplomáciai karnak, meg kell mondanom, nagyon képzett diplomaták voltak. Ezek profik. Bocsássanak, nem olyanok, mint a maiak. Közül sokan. Tehát ezek elvégezték a diplomataképzőt Moszkvában. 2-3-4 nyelvet beszéltek, ismerték a kultúráját az országnak, műveltek ott. De? És néha négyük azt, hogy ezek olyan vonalasak voltak. Hát jó, most néhányt is nagyon keményen. Főleg már 80-as években. Nagyon keményen elmondták a véleményüket, hogy mi a rossz ebbe, hogy hagyjuk most már ezt az ideológiát, hogy maszlagot, mi azért vagyunk ott, hogy kereskedjünk, és így tovább. Tehát ne képzeljünk egy ilyen sematikus, nem tudom én képet, ugye a másik az, hogy ezt Moszkvában megmondták, nem, ez nem egészen így volt. A magyarok azért egy dolog volt, ugye, amikor egyébként is összehívták az a 60-as háború. Egyébként nem mindenki csinált, amit akart. Jó volt mozgást végül is tehát, a gyakorlatban. Főleg a gazdaság kereskedelem. Hát ott olyan harc folyt a baráti országok között, hogy főleg a csehék, pontosan. Aha. Csehék meg a bolgárok állandóan alá ígértek a nekem, és komoly balék voltak. Tehát ugye, itt főleg már 80-as évvel a piacé, mint a verseny. Ugye. És például az arabok, ugye a cseh vezetők, de bulgárok is kezdték kioktatni. Voltak ugye ezek, úgy neveztük, a szocialista orientáció, tényleg baloldali országok is. A bulgár vezetők, még a csehek kezdték kioktatni őket, hogy mi a szocializmus. Ezért már nagyon berágtak. Volt, amikor ott hagyták a tárgyalást, ugye még nem tudom. Most a magyarok ilyet nem csináltak. Elmondták, hogy tényleg a Kádár elmondta a véleményt mindenről, a másik is elmondta, egy csomó dologban nem egyeztek még, nem is kerültek be a közös kommunikébe, de mindenki elmondta a véleményét. Most a Kádárt ezért is tisztelték. Mind, 70-es évek, állandóan mikor megy már, minden innen. Most az öreg, ő volt az egyetlen első titkár a távolban, egyetlen arab országos, és látok, őszintén nem szerette őket.
Hát, különböző okok miatt sokat beszélnek, ugye mit tudom, Kaddafi, követhetetlen volt, mikor tárgyalt vele. Szóval, nem, és egyiknek, vagy itt a politikusnak el is mondta, hogy most mi van maguknál? Most tényleg, múlt hétén meghívtuk ezért, de most állítólag börtönben van. Most akkor és akkor magyarázta, de hogy nem úgy van ez, még mit tudom, hagyja már abba. Szóval, ez ugye, Kandár azt szerette, hogyha pontosan fogalmaznak, és akkor elmondják, hogy mit akar, meg mit tudom. De az, hogy mondom, főleg a Kaddafira volt ez ilyen, hogy ilyen előadásokat tart, ilyen filozofikus előadásokat a hivatalos tárgyaláshoz. Hát ez borzasztó. Hát nem csak ő, már mások is. No, summa summarum, tehát nagyon, nagyon jó megítélésünk volt, nagyon tényleg. Még amikor a Szadart, még egy mondatot csak, hogy a Szadart alatt, ugye amikor a különbékét aláírta, akkor azt hát mi joggal egyébként elítéltük, tehát nem. Most a Szadart úgy reagálta le, hogy bezáratta a kulturális intézeteket. Akkor már Magyarországnak is volt néhány év egy ilyen kulturális intézet. De nem korlátozta a magyarok, akik ott dolgoznak a mozgását. Szudánban, amikor 74-ben, azt hiszem 74-ben, ugye egy ilyen jobboldali puccs, ami eltávolította a baloldaliakat, és akkor utána egy ilyen szocialista országok ellen egy propaganda indult az új hatalom részén, egyedül Magyarországot, amit nem támadtak. Tehát mi tudta őrizni. Tehát ügyeltek arra a diplomaták, hogy belpolitikai dolgokban ne avatkozzanak be. Hát a Kádárt mindig fölkérték, mert ugye ezek közel-keleti kommunista pártok többfelé szakadtak. Hogy a Kádárt, hogy közvetítsen a szocialistáról, intézzék el maguk. Ugyanez volt, mikor a Zsidó Világszövetségnek az vezetőség itt tartotta az ülését, az nagy botrány volt az arab országban, 80 májusában. Annak is az elnöke a Kádár, hogy közvetítsen már, hiszen Kádár ezzel maguktól intézzék el. Tehát nem akartak joggal, ugye, és helyesen nem akartak ezek a dolgokat beavatkozni. Ez aztán nem tudni, hogy hol vezet. Elhangzottak után arra volnék még kíváncsi, hogy hol helyeznéd el összességében akkor ezek után az arab világ súlyát a magyar külkapcsolatokban. Nyilván abban az időben volt Magyarországnak egy preferált, mondjuk így szövetségi rendszere, ehhez képest az arab világ hol helyezkedett el, mennyire volt ez nekünk fontos térség összességében, illetve arra kérnélek, hogy egy néhány érdekes, színes epizódot osszál meg velünk ebbe a hosszú történetből. Ugye az aranycsapatot említetted már, hogy az egy milyen epizód, biztos volt még néhány ilyen, amit esetleg elmondanál. És akkor az utolsó kérdésem az pedig majd az lenne, hogy ugye a bevezetőben említetted a magyar rendszerváltásnak a megítélését arab részről, hogy ez nagyon érdekes volt a meglátásod szerint. Erről azt hiszem nagyon keveset tudunk, hogyha erről mondanál még néhány szót. Na most azt mondja, hogy tehát milyen font, ugye az első az volt, hogy milyen súlya, igen. Milyen a súlya. Fontos volt végig, ezt nyugodtan mondhatom. Voltak időszakok, amikor nagyon fontos volt. Politikailag. Aztán volt, amikor gazdaságilag volt nagyon fontos. Politikailag nagyon fontos volt 57 és 64 között. Ekkor volt ugye az ENSZ-ben a magyar ügy. Ezek az országok mind a Kádár kormánnyal szavaztak. Vagy tartózkodtak, vagy nem vettek részt. Na most ehhez még hozzá kell tenni az, hogy 1960-tól, ugye, amikor a nagyon sok gyarmati ország felszabadul, és felveszik az ENSZ-be őket, meghatározóak lesznek. Tehát ezek külpolitikában, ezek az új országok, akkor mind a szovjetekkel szavaznak. De, és ez rendkívül fontos volt, hát a Kádárkornak rendkívül fontos volt. Csak így ilyet idézek. Marokkói külügyminiszter, 960-ban.
azt mondja az ENSZ-ba, hogy hagyjuk már ezt a magyar ügyet, hát már elmúlt, Kongó, ahol folyt a polgárháború, és még évekig volt, odafigyeljünk, és akkor sorolták, hogy mi. De, tehát ami világpolitikailag, na hogy ezt a magyar ügyet úgy néz, ez el volt rendezve, érdekszférák, mit tudom én, hogy mi, és így tovább. Tehát ekkor politikai nagyon fontos volt, és általában a 20-as években. De most, mint utaltam rá, gazdaságilag is jelentős volt, mert azért, de főleg mondom, hogy 80-as évek, amikor tényleg minden centre szüksége volt, az tudjuk, hát 84-82-ben a csőd szélén már az ország tényleg órákon múlott, hogy nem áll a csőd lesz. Ugye. Most akkor minden fontos volt, és akkor tényleg minden elsöpörtek, ha úgy tetszik, félresöpörtek, hogy a gazdasági kapcsolatok azok jók legyenek. Most tehát ez, na most a másik, hogy voltak kétségtelenül a 60-as évek eleje óta, voltak preferált országok, ha úgy tetszik, tehát amelyekkel különösen jó volt a kapcsolatunk. Nem, ez nem jelenti azt, hogy gazdaságra is mindig jó volt a politika. Ilyen volt Algéria. Megbízható volt. Tehát amikor leültek vele tárgyalni, Boumediennel vagy a Sablival, aki járt is itt, akkor mindent meg lehetett vitatni velük, ellenvélemények, stb. Meg volt itt pár kérdés, amiben az arabok nem értettek egyet a velünk, meg a Szovjetunióval, se palesztin kérdés, földközi tengeri béke, európai biztonsági, Nyugat-Szahara, és így tovább, és így tovább. De meg lehetett velük tárgyalni, kiszámíthatók voltak. Ilyen volt például az Assad is. Egy kiszámítható ember volt. Na most ellentétben a Kadhafival, nem lehetett tudni, hogy mi van, ugye. De ilyen volt például, és ez a leleg, hogy mondjam, a legnegatívabb kapcsolatunk, hogy így mondja, Jemen. Ugye volt az Észak, még most már egyek, ugye Észak még Dél-Jemen, ugye az egyik az ilyen baloldali volt. Na de hát ez egy rettenetes. Ez egy rettenetes. Eljött a miniszterelnök, megtárgyaljuk, hazament agyon lőtték. Mi 3-4 évenként írtották egymást. Tehát, és teljesen kiszám, nem is nagyon töröltek, vagy megmondom ezt. Akkor jó, szállítani nem tudtak cserébe semmit. Hát nyilván adtunk segélyt nekik valamennyit, meg itt a kézi fegyvereket, meg ilyesmiket. De még fogadtunk volna ösztöndíjasokat. De jöttek itt Szegeden is. Persze, így van. Na de hát azok ugye volt, aki általános iskolát se végezte el. Szóval, de semmi nem. Ugye akkor szegedi. Ugye itt a Bebricsben, hát ott vagy 100 líbiai 80-as években. Most ugye meséli az egyik tanár, hogy hát elvégezték a 8 osztályt, úgy vitték ide, közszülépiskola volt, mert tűnik egy vasutat építettünk volna Tripoli és Fax között. Ez egy nagy észak-afrikai vasút lett volna, amiatt az a rendszerváltás miatt nem lett bele semmi, sajnos. De most ehhez képezték volna ki vasútforgalmisokat. Nem tudták, hogy mi az a körző. Vonalzó. Hogy kell ezt használni? Na most hát, ezekkel nehéz. Jöttek a sátorból, a beduin sátorból. Most ezt nem gúnyosan mondom, ez ilyen a társadalom, ugye? Na de hát ezekkel nem nagyon lehetett, hogy mondjam. És a Jemen is ilyen volt, szóval hogy ilyen durván fogalmaz, tiszta ráfizetés. Tehát ez az egyetlen ország, ami semmit, tehát nem tudtuk semmit. De többével, még ha ugye ott voltak ingadozások is, mondjuk Közel-Keleten, Irakot? Irak volt a másik, ugye? Emlékszem, hogy a rengeteg szakember ment nagyon. Tőlünk. Hát a Bélép is épített ott, ugye, lakóházakat. Nagyon jó, főleg a 70-es években, ugye, nagyon jól fizettek, tehát időben, minden. Hogy mondjam, tehát diákokat fogadtunk, gépeket szállítottunk, ikorosz. Jó, és szakemberek járnak Szeged körülbelül. Hogy mondjam, nagyon jókat. Na most ugye, tehát az utána jött ugye a háború, és igen, az totális. Tehát 80-as évek végére minden lépült, nullára redukálódott, ugye ez a Saddam
politikájának köszönhető, de nagyon jó, 70-es évek nagyon jó kapcsolat. És tényleg akkor Irak minden problémája ellenére nagyon dinamikusan fel. Nézzék meg, szinte az analfabetizmus például. Nőknek jogokat adtak. Szóval egy laikus, hogy mondjam, állam, amely nagyon jó. Tehát jó használta fel a olajból bejött bevételt. Aztán 80-as évek elején még bolondult, és akkor ugye, ő akartott a régióba uralkodó lenni, és akkor ugye ennek ez lett a vége. Tehát ezek voltak. Algériát mondtam, akkor ugye Egyiptom is tulajdonképpen még amikor langyosak voltak a kapcsolatok, akkor is azért még volt. Tehát láthatólag sem az egyiptomiak, semmi nem akartuk, hogy ezek a kapcsolatok feszültséget szüljenek, vagy nem tudom, hogy mi. Úgyhogy hogy körülbelül ez volt. Hát nyilván azok az országok, amelyek hát úgymond baloldaliak voltak, azok a jobban. És a rendszerváltás? A rendszerváltás. Na most, hát ez nagyon rosszul érintette őket. Ugye, mert ennek már voltak előszelei, ugye már az előbb utaltam, hogy 87-ben a zsidó világszövetség itt tartotta, ez első eset a szocialista ország tartotta. Ez nem esett jó a nagyoknak. Le is mondtak több, mint a magyar államfő látogatásán. Üzleteket mondtak fel, hát sok 10 millió dollárba került az országnak. Ugye? Aztán ugyanebben az évben, ugye 67-ben megszakított diplomáciai kapcsolatot Izraellel, de 87-ben egy ilyen érdekvédelmi hivatalt állítottunk föl, ami hát tulajdonképpen ez már előszere volt annak a diplomáciai kapcsolatot, és felveszük előbb-utóbb. Ez azt jelentette, hogy egy-egy követséget megbíztak Budapesten, meg Tel Avivba, és akkor azt képviselte Magyarországot. Növekedett a kereskedelem, jöttek a turisták, és így tovább. Izrael nagyon agresszív volt ebből a szempontból, tehát nyomult, mint a nem tudom, hogy mi, ugye tömegével küldte a szakembereket ide, akik úgymond magánlátogatásra jöttek, nem tudom én, hogy mi. Na mindegy, de ugyanakkor az is látható volt, hogy a 67-es diplomáciai kapcsolatok megszakítása az nem hozott eredményt tulajdonképpen. Még hát a világ is változó volt a 80-as évek végén. Na most ez már azért előrevetítette, és hát aztán ugye bekövetkezik az, ami hát elsősorban a Szovjetunió az, ami őket érintette, az ottani változások, de a többiek is nagy, hogy hát gyakorlatilag Gorbacsov minden ellenszolgáltatás neki mindenről lemondott. Ugye? Most ez csak zárjában mondom, ez nem egy nagy politikusra volt, de mindegy. Ugye? De ez volt a tény, és hát ez ugye most akkor nézzék, még ma is mondják, nem baloldali harmadik világbéli vagy arab országban kollégák, hogy így óriási baj van, nincs ellensúly az Egyesült Államoknak. És nézzék, mit tényleg garázdálkodik az egész. Hát országokat tettek, söpörtek el a földcímén. Na most ezt akkor nem lehetett. Most magyarázhatja mindenki, ahogy akarja, ez egy tény. Na most ezt lehet, és ez főleg, és aztán a szírek mondták is, hogy ne ugadjanak meg, hogy olyan jó kapitalizmus lesz maguknál, mint a húzat. De már, hogy demokrácia, tudjuk ezt, hogy ez. És akkor mondta, hogy régi demokrácia, de ez a társadalmi rendszer, az kapitalizmus lesz. És tehát kétségeiket fejezték ki. Na most a legjobban ez az egész tulajdonképpen a palesztinokat sújtotta. Nem ott támaszuk tovább. Nem ott. Mert ugye az arab országoknak a palesztinok, vagy a palesztin szervezet egyáltalán a palesztinokhoz való viszonya, az hát finoman szóval nagyon ellentmondásos. Szóval magyarán nem volt egység a palesztin kérdésben. Úgyhogy odáig jutottak, hogy a szocialista ország szakértőiek, nem politikusoknak, szakértőnk volt egy tanácskozás, ahol van nálam 84 vagy 5-ben. És arra a konklúzióra jutottak, hogy nincs itt támogatni a közelkát. Tehát olyan fölfordulás van, olyan ellentétek vannak a palesztinok kapcsolatban, és hogy egyáltalán foglalkozzunk én még ezzel az egész kérdéssel. Ugye? Na most, tehát az is az egyetlen támasz, ugye, azért a Szovjetunió volt nekik.
tényleg Magyarország is, ahol lehet, hogy segítette őket, most nem csak fegyverekkel, hanem oktatásban, egyéb dolgokban. Most ezt egyik napra másikra elvesztették. Németh Miklós ugye nagyon generózus ajánlatot tett, amikor Arafat 80-89-ben itt volt, hogy ez volt az utolsó látogatás, mert sokszor állt, 5-szor vagy 6-szor járt itt. És akkor, hogy... Még egyszer Orbánnál is itt volt. Így van. Na most ugye, és akkor Németh Miklós mondta, hogy már, hát mostantól ugye nagykövetségi szintre emeljük a 74-ben alapított diplomáciai kapcsolatot. Hát mit mondjak erre? Mit csináljam vele, hát szóval, hogy mondjam, és hogy majd közvetítünk, mondtam, ugyan már, hát a két nagy szuper nem tudta megoldani, és akkor Magyarország már közvetít. Szóval, na most, tehát az ő, őket, tényleg őket sújtotta ez a, ez a legjobban, na most még egyet hagyd mondjak, hogy 90-es évek elején a magyar kormány óriási hibákat követett el. Most nem akarok a többibe belemenni, csak a magyar, az arab országokkal szemben. Szóval egyik pillanatról a másikra felszámolni és teljes fordulatot venni Izrael és az Egyesült Államok, az óriási hiba volt. Piacokat vesztettünk el. Piacokat vesztettünk el, de még ezt még a csehek se csinálták. De ez politikai kérdésnek ez politikai kérdés. Nyilván az USA is megmondta, hogy hát jól lenne, hogy ez, ugye, ez ízló. De most ennek ellenére, hogy ilyen hirtelen, ilyen, nem, szóval ez egy nagyon buta lépés volt. Ugye nem ez volt az egyetlen egyébként, de hogy mondjam, hogy csehszlovákok. Ugye a Szlovákia, tudjuk, hogy a csehszlovák nehéz fegyvergyártásnak a központja, a legkiválóbb harckocsikot ott gyártották, és azok már ugye még a rendszerváltás előtt a szírekkel lealkult, mit olyan százat küldenek nekik. Előleget is fizették, mit tudom. És akkor az újság beleszólt, hogy ne szállítsák. És erre azt mondta a szlovák miniszter, de ők szállítják. És elszállították. Ugye? Mi még jók. Így van. Módjára, ugye, persze, minden. Szóval ez nagy, nagy, és ugye, szóval ezeket helyreállítom, ezeket, főleg mostanában, szóval ez óriási hiba volt, szóval kulturálisan minden szempontból azt a presztist, azt a befolyást, amit megszerezett az ország, az úgy egyik napról a másikra, kötév, tehát füsté vált az egész. Ez nem volt jó, tehát nem volt egy jó. Még akkor mielőtt majd lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a hallgatóság kérdezzen, én nekem egy utolsó, tehát bocsánat, kettő utolsó kérdésem van. Az egyik az egy olyan kérdés, amit azt hiszem, hogy minden ilyen típusú könyvnek a szerzőjének föltesznek. Meglátásod szerint, bár részben már utaltál erre, létezett-e ebben az időben független magyar külpolitika, vagy ilyenről egyáltalán nem beszélhetünk, vagy volt, amikor beszélhetünk, és volt, amikor nem beszélhetünk, mi erről a te véleményed. A másik kérdés pedig, ami eszembe jutott még, hogy gyakran vádolták meg Moszkvát, különösen a 70-es években, 70-es évek elején, de aztán később is, hogy hát ő támogatta az arab terroristákat, az arab terrorszervezeteket fegyverrel, pénzzel, politikailag és így tovább. Mihez képest a valóság? És azt is tudjuk, hogy Magyarországnak is azért voltak ügyei, volt kapcsolata, nálunk is jártak bizonyos arab terrorista vezérek és így tovább. Mi hogy viszonyultunk ehhez a kérdéshez? Mi volt a mi hozzáállásunk? Jó, ez mind a kettő jó kérdés, a könyvben is írok erről. Na most az egyik, hogy volt egy független külben, nézzék, nem lehet összehasonlítani. Ez egy tábornak egy része voltunk, ugye, és azt szerint politizáltunk, külpolitizáltunk, ahogyan ezt a tábor érdeke még kívánta, vagy Moszkva érdeke. Na most ezért, tehát ez nem, ez egy tény, tehát ezért nem kell. Na most ezért belül azért,
amit lehetett, úgy finomítottak rajta, próbáltak finomítani. Na most ez nem kell nagy dolgokra gondolni. De hát azért az, hogy mondtam az elébb, hogy a Zsidó Világszövetség itt tartotta a Végrehajtó Bizottság az ülését, hát azért ezt nem kérték ki Moszkvának az ülését. Sőt, ez Moszkván elengedés. Úgyhogy utaltam a gazdasági kapcsolatokra, meg egyéb dolgokra. Tehát, de ezt négy képzeljük, hogy Moszkvába fölvették a telefont, és megmondták, hogy mit csináljon Kádár. Ez nem így ment. Tehát Kádár eszmeileg azonosult a szovjetekkel, ezt milliószor elmondta. Ugye? De hát azért, főleg a már 80-as években azért húzta a fogát, ugye, vagy mit tudom én, elmondom ezt, leírtam, Afganisztán. Beavatkoznak a szovjetek, ugye 79-ben. És akkor mindenki megijedt, ha emlékszünk rá az országból, hogy megint az lesz, mint Csehszlovákiának, hogy nekünk is be kell segíteni. Hát azt mondta, szó se lett róla. És akkor ezt Moszkvában rossz néven vették. És akkor egy ilyen középszintű delegáció járt ott, és azzal megüzenték, hogy hát jól lenne, ha már egy zászlóját vagy egy ezredit azért küldene Magyarország is. Ezt egyébként megüzenték. Most hazajön az élet, és nyilván a Kádárnak számol be. És akkor a Kádár csak annyit mondott neki, hogy elmondta ezt valakinek még? Nem, akkor ne is mondja azt, hogy felejts el. Tehát szó se lehet róla, hogy... Na most, jó, hát ezt, nézzék, ezt nem kültörték világgá, akkor, hogy mi a Kádár ezt mondta. De valóság ez volt. Mert néha, akik világgá kültörnek valami nagy függetlenségi dumát, ugye, és közben még lefekszének a másik ajtón. Szóval a diplomácia az nem a kocsmai szint. Tehát az egy finom dolog. Tehát, és hát ugye főleg, hogyha kritikus vagy nyitó, olyan függőségi viszonyban vannak, akkor az nem úgy van, mint a huszár, hogy neki megy a falnak. Hát ez mit ér el vele? Ugye? Semmit. Tehát volt egy ilyen törekvés is, hogy ne kövessük már mindig azt a sok hülyeséget, amit ugye Moszkvában. És mondom, a követi értekezeti olyan keményen bírálták már 80-as években ezt az egész arab világgal kapcsolatos politikán, az ember, mintha a 90-es években olvasná. Egy némely nagy, főleg azért, mondjuk az egyiptomi nagykövetet, azt idéztem, és hát, hogy hagyjuk már abba ezt a legyenét, ami itt van. Tehát volt egy próbálkozás. Nyilván szem lehet mondani, hogy ugye a klasszikus értelemben ez független külpolitika volt, de nem is egy szolgai azért már. Tehát árnyalni kell ezeket a dolgokat. Na most a terrorizmus. A Szovjetunió soha nem támogatta terroristákat. Ez dokumentálható. Ugyanán mondják, hogy a Lumumba Egyetemet létrehozta, amely akkor nagyon sok kiváló szakembert képeztek ki. A harmadik világ számára a Lumumbának a gyerekeit például, hogy az egyiket, a másikat Budapesten tanult. Na most ezek között volt olyan, aki később fegyveres. Volt ilyen. Ez a világ. De nem arra képezték ki. Tehát az Arafatot hosszú ideig ugye nem is, kormány szintén nem fogadták. És amikor fogadták és megmondták neki, hogy mi utólag ítélj el az ilyen akcióra külőgépelt, és hát 70-es évek elé mindent a fót egy. Hanem előtte elvi állást mondja ki, hogy minden ilyen akció. És Magyarország, amikor 74-ben Magyarországon volt a Arafat először, akkor a sajtóért, nemzeti sajtóért a kezdetén ki is kényszerítették tőle. Tudomásom szerint ez az első világon a nyilvános, ahol megtagadta a terrorizmust. Na most 72 München. Egy hónappal előtte jelent meg a Pravdában egy nagy, abus idézek, egy nagy cikk, hogy hagyjanak föl ezzel a terrorizmussal, mert ez nem szolgálja az ügyüket, és mi se támogatjuk. Tehát nem igaz, ez egy duma. Hát most ugyanezt mondhatnék millió példát idézetét az Egyesült Államok, hogy támogatta terroristákat. Most kezdjem sorolni. Brzezinskitől kezdve. Tehát nem. Ugye itt volt ez a főterrorista, hogy hívták a... Abu Nidal, őt is ugye azt mondta rá, de ide akart jönni, hogy be ne engedjék. Sokkal.
Így van, még az a másik, akit Benedikt Zoélai volt, nézzék már itt elnök. Az a sakár. Carlos, no. Ugye? A sakár. Ja, így van. Na most, hát, hogy járt itt, és persze, hogy járt. Hát örültek a németek, hogy áttolták Magyarországra. Hát ezt még írta a Nemzetközi Sajtó, hát nem is tudom, hogy ezt a dicsőséges újságíró, hogy miért nem idézi. Hát mindenki azon volt, hogy tolja kifelé, mi menjen innen a francba, hogy ugyanez volt átmint Magyarországon, és hogy minden a szolgálatok azonnak állt, hogy valamit csinálnak, hogy ez menjen el ebből az országból. És hogy napokig meg ott még volt egy este, amikor lövöldözték, és végül kinyomták. Hát ezek mindenütt megfordultak. Tehát ebből nem kell semmit levonni. Párizsban is ott voltak, persze. Hát, Féligasság. Pontosan. Tehát ez lehet, szóval nem. A partizán akciókat, mit tudom én, ugye, tehát ilyen létező, elismert fegyver és szervezet, nagyon sok volt a palesztina, azokat támogatták. De az így direkt, ugye, tehát nem direkt, hanem államokon keresztül, tehát hogy Egyiptom vagy Szíria kapott, és akkor az adta tovább a fegyveréket, de még 70 előtt még a magyar sajtó, szovjet sajtó, az Al-Fatah-t, ami a legnagyobb szervezet, úgy emlékezte, mint terrorista szervezet. Csak amikor ugye, mert közben folyt egy nagy vita vele a szovjetek, mint mi is, hogy változtassanak a politikájukon, és tehát a realitásokhoz próbálják igazodni, és az évek kellettek hozzá, ugye, mondom, 74 volt az, amikor elismertük őket. Tehát éveken keresztül, tehát nem az, hogy hú, most antiimperialista, akkor mindenkit támogatunk, aki lövöldöz a helyzékre. Szóval ilyen nem volt. Sem, tényben sem, tehát ezt nem lehet igazolni. Tehát nincsenek ilyen dokumentumok, melyik ezt... Hát az a hidegháború volt, nézzék. Hát ez, ennek a térségre vonatkozó időszakoknak. Pontosan. Köszönjük szépen, nagyon örülök, hogy ilyen részletkérdésekben és lényeges pontosításokat hallhattunk, mert azt gondolom, hogy a világpolitikában is rendkívül fontos, hogy az ember a közelmúlt ismeretéből indulva értelmezze a jelennek a történéseit, és ehhez azt gondolom, hogy ez a könyv is, és tanár úr által elmondottak is nagyon hasznosan hozzájárultak. Szeretném megkérdezni, hogy a közönség részéről valami kérdés, megjegyzés az elhangzottakkal kapcsolatban esetleg felmerültek. Valaki szeretné valamivel kiegészíteni, amit itt hallottunk? Volna egy megjegyzésem a könyv kapcsán. Én a magam részéről, mint tanárember, és mint Jénai professzor kollégája, különösen örülök annak, hogy a mai Magyarországon, amely igyekszik nemzetileg bezárkózni, és olyanféle politikai üzeneteket küld a társadalom felé, amely hosszú távon nem hiszem, hogy Magyarország érdekeit fogja szolgálni, egy olyan könyv jelenik meg éppen egy egyetemi városba, amely egyetemes történeti értelembe próbálja értelmezni Magyarország helyét a világban, és bemutatja azt, hogy ideológiáktól függetlenül tulajdonképpen a külpolitika az követhet nemzeti érdekeket, és dolgozhat valódi nemzeti érdekek ellen. Ez a periódisítva is mindkettő megtalálható tulajdonképpen. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig az, hogy hogyan értékeled, én szisztematikusan bevallom, nem olvastam el, de belenéztem már a könyvbe, tehát számomra nem ismeretlen a kötet, hogy a magyar külpolitika formálói elsősorban nyilván, hogy 56 után, hiszen azért az bizonyos értelemben ugye egy korszakhatárt jelent, melyek voltak azok a csúcspontjai, megragadhatók-e, amikor ez a külpolitika egyre szakszerűbbé, egyre, hogy is mondjam csak, politikától kevésbé átitatottan tudott működni. Tehát ezt te hogy látod az arabvilággal kapcsolatos kutatásaid kapcsán? Én úgy látom ezt, hogy a
ez már elkezdődött a 60-as években, de a 70-es évektől fölgyorsul, és a 80-as években azt mondanám, hogy... Tehát most a jelentéseket olvassa, annak az elemzőkészségét a nagykövetnek, vagy a beosztottnak. Míg korábban, hát talált az ember ilyen vonalas, ha nem is egész jelentéseket, de azért, hogy a mondatokat, meg bekezdéseket. Na most ezt én már nem... Na most, hát nyilván még több száz doboz van, amit meg kellene nézni, vagy nem tudom, hogy mi, de azért ezeket minden éves jelentést megnéztem, hát azért abban nem az van már, hogy mit tudom én, ugye ilyen Lenin idézet, meg ilyen tudom, hogy mi. Hát tényleg az, nem, tehát tényleg az, hogy ennyit szállítottunk, nem fizetnek. Vagy ugye a 80-as években ilyen is volt Líbiával kapcsolatban többek, sokan dolgoztak kint, aztán jó, azok kint dolgozók is néha megérdemelik a pénzüket, hogy így mondjam, mert sektértek, hogy mit tudom én, de hogy nem fizettek. Tehát és akkor mit kellene csinálni, és így tovább. Tehát ne, ez, hogy mondjam, és hát ugye mi is ismerjük ennek, akik akkor a MSZMP külügyi bizottságában dolgoztak. Hát azok kollégáink voltak. Szóval azok tudták, hogy miről beszélnek, nem azért, hogy beszéltek a Marx idézet, még Lenin idézet. Hát ott voltak a terepén, szakemberek voltak. Nagyon, nem mindenki, de nagyon sokan. Nagyon sokan, tehát akik történészek voltak, vagy közgazdászok voltak, vagy ugye akkor még ezt nem nagyon mondták, de politológusok voltak, vagy ilyen szociológusok, tehát akik a valóságot, tehát nem a szövegét nézték, hanem a valóságot. És hát, na most azért más kérdés, hogy ugye ez ma is így van, még mindig így van, hogy megfogadja a politikai a tanácsukat. Volt, amikor megfogadták, volt, amikor nem fogadták meg. Ugye mondok egy példát, a Sa, az iráni Sa, 78, ide látogatott, díszdoktorált, ugye aztán otthon még már egységet alatt a talaj, de ez egy nagyon jó partner volt. Percre pontosan fizetett. És akkor mondtuk, hogy hát nem, valahogy nem tetszik ez nekem. Járt akkor Berlinbe, járt, tehát Németországban, nem tudom, hogy csak mindenütt tüntettek ellen. Hát tudjuk, hogy szélső jobb oldali fazon volt. Na. És hát akkor nem kellene. Na most nem fogadták meg a tanácsainkat, és hát az MSZMP KB külügyi osztályon is mondták, hogy valahogy ez nem így kellene állni. Tisztelni, mert ez túl látványos, tehát ez a... Nem fogadták meg a tanácsát. Azt mondták, hogy ez a gazdasági érdeke az országnak, hogy ne legyen. Voltak magasabb szempontok. Ahogy így van, hogy mondjuk. Kész, tehát voltak ilyenek is, nem arról van szó, mint ahogy most is vannak, mert... De alapvetően már az egy szakszerű, az egy szakszerű társaság volt, tehát nem... Hát ugye az 50-es évekről ne beszéljünk, hát ez egy más. És nagyon sokan a diplomáciai karban, meg a vezető között, most akkor nagykövetékre gondolok, hogy az első beosztottak, ezek Moszkvába végeztek. Most a Moszkvára tudni, hogy az a diplomata képző, az ma is a világ egyik legjobb diplomata képző. Akkor is az volt, ezt elismerték Amerikába is. Tehát ott művelt emberek kerültek ki onnan. Na. Tehát és a magyarok, ezek, akik fő diplomáciai hoztak, ott végeztek. Ott végezte. Tehát ők jobban ismerték azt a világot, vagy a nyugati világot, mint a nyugati diplomaták ezt a világot. Ja. Akkor köszönjük szépen a látogatást, és várjuk a hírlevélre feliratkozókat, illetve a következő rendezvényeinken a kedves közönséget. Köszönjük szépen a vendégeinknek is, és utólag még egyszer gratulálunk a magas elismeréséhez. Köszönjük. Viszontlátásra mindenkinek.